Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, eljött végre az ideje, jöjjön a Garuda bemutató. Egy kontroverziális Warframe-ről beszélünk, hölgyeim és uraim, mert amint a közösség meglátta, hogy és miről van szó, ugye amikor először bemutatták, nagyon ellenségesen fogadták, és mindenki, szinte mindenki azt mondta erre a Warframe-ről, hogy nagyon unalmasak a képességei, semmi egyediség nincsen bennük. Egyet kellett értsek a közösséggel ebből a szempontból. Tényleg egy kicsit unalmasak a képességei, az előzőek pedig még unalmasak, és az előzőek alatt azt értem, hogy az ultia, ugye azt változtatták meg végső soron, az is elég unalmas volt, viszont, és azt mindenki kiemelte, és én is kiemelem, a koncepciója, ez a gór és vér, amit csináltak neki, ez fantasztikus. Szóval el lehet mondani azt így elsőre Garudáról, hogy... egy kicsit tisztább volt a kép, mint a Revenantnál. Ugye a Revenant egy vampirisztikus frame-nek indult, és a végén egy dalom frame lett belőle, mert ők se tudták szerintem nagyon, hogy mit akarnak. A Garudánál legalább tisztában voltak azzal, hogy egy gore és ilyen horror koncepciót akarnak, ami szerintem nagyon-nagyon nyílbeütötték. Viszont a képességeit, kinézetét, az animációkat, és a mi voltukat, az ötletességüket, az sajnos hiába változtatták meg az ultiát, tehát új ulti ide vagy oda, még mindig unalmas, ugye? De legalább eljutottak addig, hogy a karmainak igazi hasznot adtak, mert igazából más nagyon haszna nem volt, még az első bemutatóknál, mint hogy az egyes képességet elnyomod. Na, most már ugye, hogyha használni szeretnéd a karmait, akkor csak ki kell venned a kardot az arzenálból, és már is a karmai lesznek a kardod. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem is olyan rossz, mint amire számítottam. Belevágunk hamarosan részletesen, de szeretném megköszönni, hogy nagyon sokan ott voltatok vasárnap a livestreamen, és ugye ott már egy kicsit beszéltünk Garudáról, és tesztelgettünk, és elmondtam a véleményemet róla, de persze rögtön kikötöttünk a témánál, és azt hiszem mondhatom, hogy egyet érthettünk abban, hogy az ember feneke versenytársa talált Garudánál. Hölgyeim és uraim, emlékeztek, csináltam egy videót, ahol a barátnőm megszavazta a 2018 legszexibb Warframe-eit. Na most az ember azon kívül, hogy szexi volt, ő még dögös is volt, és én ezzel egyettől kértem, nekem az ember a gyenge Warframe-em, ha mondhatnám így, és mikor megláttam Garudát, azt a kurva, hát azt mondom, hogy na, az ember tényleg versenytársa talált. Jó, de akkor térjünk rá, egy kis segítséget szeretnék adni, hogy hol farmoljátok Garudának egyes nyersanyagait, a ritkább fajtát. Ugye a Garudához fog kelleni egy olyan, hogy Vegatoroid, Kaldatoroid és Szolatoroid, amit megtaláltok a Orb Walliszon, ugye a Fortunánál, az Orb Walliszon, ha rányomtok a térképre, elsősorban megtaláljátok a barlangokban random eséllyel. De, hogyha fókuszáltan szeretnétek farmolni, akkor ebbe ezt a három alkatrészt megtaláljátok a Temple of Profitnál, Enrichment Labsnél és a Spaceportnál. Mind természetesen a három közül egy-egy-egy ezeken a helyeken helyezkedik el. Tehát vagy barlangokban keresitek random, vagy egy fókuszált farmolással a Temple of Profit, Enrichment Labsnél, vagy a Spaceportnál. Nos, amit tudok javasolni, mert ugye ezek ritkább alkatrészek, amit tudok javasolni nektek az az, hogy vigyetek egy booster, srácok. Tehát most, hogy kijött a Fortuna, én vennék legalább egy hónapos boostert, akinek megvan rá, meg tudja engedni magának, van rá 600 platja, vennék mind a három boosterből szépen, és nyomatnám neki. Egy kis dilemma fogott azért el Garudával kapcsolatban, mivel hogy nem tudtam, hogy csináljam be meg a bemutatót, hogy a véleményem mondjam el, vagy felolvassam a Bibliát róla, és úgy gyorsan ledaráljam a kötelezőket, de hogy őszinte legyek, jobban szeretem
Vagy mixelni a kettőt, vagy inkább elmondani a saját véleményem, amit tapasztaltam a Warframe-mel az adott játék alatt. Szóval akkor ebből adódóan, kedves Warframe elitisták, nem fogok mindent elmondani erről a Warframe-ről, mert fölösleges. Inkább ráfókuszálunk arra, ami lényegesebb. Szóval, egy dolgot azért tudnotok kell, és az a passzívja, ugye a karmait akkor kapod meg, hogyha nincsen melee fegyver berakva. Továbbá van még neki egy érdekessége, aminek igazából semmi hasznát nem vettem, úgyhogy ne számoljatok vele egyáltalán. Hogyha leesik Garudának az élete, annál nagyobbat fog sebezni. Ha kettő pontot ér el az élete, akkor ér fel a sebzés extra 100%-ra. Ne számoljatok fel, ne számoljatok ezzel a képességgel, mert szerintem igazából sok haszna nincs. Amire észbe kapsz, hogy kettő van az életedből, addigra úgyis meghalsz. Na most, nem tudom ki, hogy modolta a saját garudáját, én három modolást fogok nektek bemutatni, ezen okokból kifolyólag. Rögtön, amikor elkezdtem játszani garudával, nagyon gyorsan lejött, hogy nálam, az én játékstílusomnál ez a frame egy support frame lesz. Ráadásul a ritka jók egyike, hogy őszinte legyek. Tehát, hogyha egy hosszú runról van szó, hogy Survivor, Defense, ha ezekről van szó, hogy hosszan benn kell maradni, ezzel a frame-mel kurva jól ki tudod segíteni a csapatodat. Ebből adódóan lesz egy általános modolás, ahol, amivel így a, hogy is mondjam, alacsony szintű, normális runoknál meg tudod állni a helyedet, de ha arra kerülne a sor, hogy épp kifogsz egy olyan csapatot, amivel hosszabb ideig bent kell lenni, vagy bent tudsz maradni végre, akkor nem esel pánikba. Lesz egy teljesen csapatbuild, de olyan, amivel egy megbeszélt csapattal tudod, hogy sokáig mentek, és ott leszel, és szupportálod őket, és ők szupportálnak téged, tehát csapat-csapat játékra. Nem te tartod őket életben, hanem egymást tartjátok életben, szóval ez lesz egy olyan build. És ugye a livestream alatt úgy voltam vele, mondtam is így nektek, hogy hát te, ezek a kardok annyira, ezek a karmok annyira nem nagy számok, de így néztem az adatai, és azt mondtam, hát lehet, ezzel nem lehet nagyon mit kezdeni, és akkor úgy voltam vele, akkor próbáljuk már ki. Be lett madolva, és elmentünk, ugye, megnéztük, hogy mit tudnak a kardok, és meglepődtem. Azért egy nagyon standard Blood Rush, Weeping Woods, Drifting Contact és erő elementál modok kombinációját csináltam a kardjára, azt is látni fogjátok, és nagyon meglepődtem, hogy milyen teljesítmény lehetett elérni, és ebből adódóan gondolkodtam, hogy vajon tudnék-e valami szólósabb buildet csinálni Garudára, és összehoztam valamit, el is mentem kipróbálni, kétszer elmentem publicra, Void Motra, aztán rájöttem, hogy az emberek nem igazán tudják kezelni Void Motot és ezt a damage-et, amit ott leosztanak a mobok, úgyhogy mindenki 5 perc után már ki akart menni. Hát mit tenni, az ember elmegy szólóba, és azért tényleg, hogy milyen damage-et kell elnyeljen egy Warframe Void Moton, az hihetetlen. Láthatjátok is a Garuda egyes képességénél a számlálót, hogy pillanatok alatt mekkora damage-et fogott fel az a shield. Szóval Void Mod egy olyan tesztpálya szerintem, amit érdemes kipróbálni, hogy mit tudna. Na most Void Modon fél óránál ki kellett jönnöm, mert már nem tudtam fertartani a live supportot, nem jött túl sok mob, sajnos a legjobb pályát sem fogtam ki, de fél óra Moton nekem arra ad következtetés, hogy az egy óra, halálnyugodt óra bármelyik másik pályán, bármelyik másik Survivor-ön, szóval és szerintem látni fogjátok a videóban, hogy igazából lehetett volna még tovább menni, és tovább is tudott volna menni Garuda. A dolog lényege, hogy egy standard Survivor modulást csináltam quick thinking-el és rage-el ellátva, némi erővel, némi idővel, tehát egy ilyen standard, mondhatni azt, és meglepően jól bírta vele, úgyhogy egyelőre hagyom ezt a modolást, és meglátjuk még, hogy kell-e valamit tweakelni rajta, de nem inném, hogy kéne, mert így elsőre, annyi biztos, hogy bármelyik másik Survivor-on hihetetlenül jól teljesítene, ugye, hogyha moton kibírsz fél órát, bárhol kibírsz fél órát, egy órát, másfelet, attól függ. Szóval, ja, vágjunk bele, képességek. Egyes képesség, nagyon gyorsan le fogjuk ezt darálni, semmi nagyon extra, rázúzol egy enemire,
és ugye azzal csinálsz egy shieldet. Az a shield elnyeli a damage-et, ezt a damage-et fogod és kikamehamezhatod az enemikre. Hogyha hosszan tartod lenyomva az egyest, akkor felgyűjti ezt a damage-et még jobban az energiádból, kiosztod az enemikre, és boom, nagyot robban. Trükk és tip, előbb nyomd el a négyesedet, okoz vérzést, és utána nyomd rája a négyes, az egyes képességet. Tehát négyes, és majd utána egyes. Na szóval. Kettes képesség, semmi nagyon extra, enemire rámész, illetve ez a legextrább, meg az egyes, kettes talán a leghasznosabb képessége, hogy őszinte legyek. Rányomod az enemire, és egy aurát hozol létre magad körül, ami aurán belül életet tudsz tölteni, de nem konkrétan az aurán belül, az élettöltés maga az egy kisebb réteg, közelebb az áldozathoz, amit ugye felszúrtál. Szóval, és ugye az egész aurán belül, amikor belépnek az enemik, azok 1%-át az életükből veszíteni fogják vérzéssel. Szóval, ha az aurába belépnek az enemik, akkor vérezni kezdenek, hogyha közelebb vagy a célhoz, amit felszúrtál, akkor életet tölt neked vissza, hogyha megsérülsz. Szóval nem egy rossz képesség, azt kell, hogy mondjam. Jegyezzétek ezt meg, háromszor nyomhatjátok el a kettes képességet, szóval hogyha például egy Survivorről van szó, és kikerültök ebből az aurából, akkor még egyszer és még egyszer elnyomhatjátok, és így haladva auráról aurára haladhatok, ami szerintem nagyon-nagyon hasznos tud lenni. És még hogyha 1%-áról is beszélünk az eneminek a vérzéséről, ezt felpárosítva Garudának az ultiával, elképesztő mennyiségű vérzés lehet okozni az eneminek, és nagy szinteken is helytáll vele. Szóval nem egy lebecsülendő képesség ez, hogyha arról van szó, hogy társítva legyen az egyes képességgel, ugye extra védelemé, vagy éppen a négyes képességgel az extra damage, és ugye képzeljétek kell, kettes, négyes, egyes, ilyen sorrendben elképesztő jó damage-et tud csinálni. A harmadik képessége bár hasznos, de a mai Warframe-ben úgy érzem, hogy igazi haszna nincsen, feláldozol életet azért, hogy energiát szerezzél. Mondhatni azt, hogy a solo run-okról van szó, és energiára van szükséged, akkor oké, tedd ezt, de én nem feltétlenül javasolnám ezt használni, ezt a képességet, mivel rengeteg energy töltő van Zenurik iskola. Ha nem viszel a Zenurik iskolát, akkor energy töltőt használjál, de nem hiszem, hogy érdemes felhasználni az életéből azért, hogy energiát töltsünk fel. Elég dús az energia mennyiség a Warframe-ben ahhoz, hogy annyira ne kelljen használni, de aki szeretné, egészségére. Az ultimate képessége amilyen unalmas, annyira jó, hogy őszinte legyek, ugye hatalmas vérzést tud okozni, ha hosszan lenyomod a négyest, és majd elengeded, akkor így kilöveli magából ezeket a tüskéket, és amint megüti az enemiket, ez vérzést okoz. Nem kis vérzést. Ezt párosítva ugye a kettes, ezt párosítva az egyessel, és ezt párosítva a fegyvereddel, nagyon durva damage-et tudsz kiosztani. Na most, ugye, hogyha a négyes megüti az enemit, meg is jelöli őket, és hogyha ezeket az enemiket te megölöd, akár a fegyvereiddel is, akkor egy slash vérzést tudsz okozni nekik. Természetesen duration és erőmodok hatnak a négyesre, szóval azt kell mondjam, hogy sok erő, nagy damage Garuda esetében. Srácok, ez lett volna Garudának képessége és észrevételeim a dologgal kapcsolatban. Mint mondtam, nálam a Garuda egy support frame lesz, de azért létrehoztam valamit, amivel szólóban esetleg, ha kedvetek van, részt vehettek. Én számomra, az én játékstílusomnak persze azt kell mondjam, halál nyugodtan. Természetesen úgy modoljátok, ahogy nektek tetszik. Én ezeket hoztam létre rajta. Első modolás, amint láthatjátok, ez nekem az általános modolásom, amit mondtam, arra való, hogy minden runra tudjak menni vele, és sehol se érjen igazán meglepetés. Jó sok erőre fókuszáltam, és időre,
érthető, hogy miért, ugye? Szóval erő, hogy a későbbiekben tudjak sebezni, ha mondjuk netán rosszabb vagy gyengébb fegyver van nálam, vagy egy olyan fegyver van nálam, amivel nem számítottam, hogy endgame-re megyek. Némi terület, ugye, hogy a társakat tudjam szupportálni, és az idő egyértelmű, hogy minél hosszabb ideig tartsanak azok a képessége. Egy általános build, és szerintem attól függetlenül teljes mértékben jó. A következő build szerintem egy kicsit meg fogtok lepődni rajta, mivel hogy ugye nincs benne egy vitality vagy ilyesmi, tehát igazából endgame felé menet, már sebeznek akkorát az enemik, hogy mindegy, hogy van egy vitality vagy nincs, így is megfekszel elsőre. Ez a build arra való, hogy te és a társaid egy megbeszélt technikával, taktikával menjetek, és harcoljatok azokba a bizonyos hullámok ellen, tehát például egy szerverről behúzottok egy helyre, és onnan okozzátok a damage-et, és több support frame van, legalább két support frame van, és két damage-es, és a többi. Szóval életben tartás egy megbeszélt technika, taktika alapján ezt a buildet őszintén szóval még ki kell próbáljon, de van egy olyan érzésem, hogy működne. Mivel hogy az általános build nagyon jól működött, azt már kipróbáltam egy hosszabb meneten, igaz, Uranus Ophelian, de több mint egy óráig ben voltam egy darab random sráccal, egy nekrosszal, és teljes mértékben jól működött, és meg tudtuk védeni egymást. Szóval ebből kiindulva gondoltam, hogy csinálom ezt a buildet, ahol például egy nekrosszal nagyon jól meg tudtuk védeni egymást, akkor úgy volt bele, hogy meg tudunk szabadulni egy kicsit a Vitality-tól. Az utolsó pedig a Survivor build, mint mondtam, talán a Warframe-ben, amit itt csináltam, ez a legstandardebb Survivor build, amiben van egy Rage, meg egy Quick Thinking, azt észrevettem nagyon gyorsan, hogy nem szeretném, hogy Garudának elfogjon az élete, és azt is szeretném, hogyha földbe csap mellettem az enemy elessek, és azért fogjon el az élete a Garudának, vagy véletlenül lejár az egyesem, nem veszem észre, és meglőnek, és akkor elfogy az életem. Úgyhogy jó döntés volt mindenképp, ha szólóról van szó, jó döntés volt beletenni a quick thinkinget, és ezt tudom javasolni mindenkinek. Mivel, hogy miért mondom ezt, hogyha egy szóló Warframe-ről beszélünk a Warframe-ben, akkor vagy egy tank Warframe-ének kurva sok armorja van, vagy van valamiféle tömegszabályozó képessége, mint például az Excaliburnak a vakítás és némi armor kombinációja. Szóval ezek a szóló Warframe-ek, vagy kurva sok armorja van, vagy olyan tempóban ugye van valami tömegszabályozó képessége, Excalibur, Nidus, Inaros, mindiknek van valami féle kis tömegszabályozó képessége, és elképesztő módon tudnak életet visszatölteni Nidus és ugye Inaros esetében Excalibur Lifestrike-kal megoldja magáét, de vakít és finishel, hogyha már vakít, szóval, és Garudának ilyen nem nagyon van, ilyen nincsen, szóval meg kellett oldani azt, hogy ő túléljen valahogy. És azt kell mondjam, hogy az egyes képesség, a shield elképesztően jól jön, ha mindig be van kapcsolva, a fókuszálni pedig a kardokra fókuszáltam, ha már olyan kurva erősen sebeznek a kardok, akkor már miért ne használnám ki és csinálnám ki szóló buildet, ahol kardozni kell, egy ilyen kis valkér stílusban mondhatni, és hát jobb, azt kell, hogy mondjam, hogy mint mondtam, motton fél óra, de azért jöttem ki, mert már life supportot kellett tartsam, nem mondhatnám, hogy hoztam egy enemy radart, vagy valamit, ami vonzana az enemiket magam felé, szóval life support fenntartott, de bírta volna még, és ez a lényeg. Kettesen folyton be volt kapcsolva, egyes folyton be volt kapcsolva, és a karmokban ott van a Life Strike karmokra, íme ez a modolás, ha szóló hosszú szerververre mész, Life Strike-ra szükséged van. Srácok, köszönöm, még el nem mondtam, Arcane-ek, Arcane Guardian és Arcane Strike azért, hogy a karmokat felgyorsítsam, gyorsabban pofozzanak, és akkor használhat, kivehetem a Berserket és a Fury-t a buildből, használhatom a Life Strike-ot, és az Arcane Strike felelős lesz a sebességért. Srácok, remélem tetszett, kicsit hosszú bemutató lett, sok mindent le lehetett mondani, remélem, hogy jó volt. Hashtag macskabugyi azoknak, akik végére eljutottak, hogy tudjam, hogy a kommenteknek csak azoknak szabad válaszolni. Hashtag macskabugyi, kérem szépen írjátok le a kommentbe. Tetszett a videó, dobj egy lájkot. Discord szervünk bárki számára elérhető, link a videó leírásban. Csatlakozni lehet a klánunkhoz, link a videó leírásban. Kommenteket, kérdéseket várom itt a videó alatt, vagy Facebookon, kinek hol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!